Túl vagyunk az általános iskolai beiratkozásokon, azonban május elején az ódai beiratkozások még hátra vannak. Hogy segítsünk a szülőknek, a nagyszülőknek, hogy hova is irassák be gyermekeiket, netán-tán nem körzeten belül, úgy gondoltuk, bemutatjuk a kerület óvodáit. Az elmúlt két hétben már megismerkedhettek két óvoda vezetővel, illetve óvodával, most a Kincses Kertre kerül a sor, és Palatinné Kanizsai Zsuzsanna a vendégem, aki az óvoda vezetője, szeretettel köszöntelek. Köszönöm hát nekem, szépen a meghívást. Nekem mindig egy élmény, amikor óvodásokról, illetve óvodás gyermekekről, óvodákról beszélgethetünk, főként azért, mert vannak saját tapasztalataim is, hogy hogyan működnek Terézvárosban óvodák, és hát ezen belül is a Kincses Kert. Tulajdonképpen majdnem minden óránál elmondhattam, hogy valami miatt nagyon-nagyon jó és nagyon kiemelkedő, de azért ti különleges helyzetben vagytok mindazon felül, ami az általános is. Örülök neki, hogy ennek a különleges óvodának a vezetője lehetek, és nagyon szeretek itt dolgozni. Egy pár szót mondanék az óvodánkról. A mi óvodánk 1950 óta üzemel ugyanabban az épületben. Egy hatalmas nagy kerttel rendelkezünk, ami a belvárosban egyedi és a legnagyobb. Szerintem nagyon szépen felszerelt játékokkal, különleges talajborítással rendelkezik, és a 150 kisgyerek, aki hozzánk jár, jelenleg boldogan használja a mindennapokban. Tulajdonképpen az, hogy az 50-es évektől kezdve ez egyhuzamba óvodaként működik, ez azt jelenti, hogy jól be van járatva, jól lehetett átalakítani az elmúlt években. Nem tudom az épület eredeti funkciója szempontjából miként szolgált, de biztos, hogy most a kialakítás olyan, hogy a több csoportnak, a több korosztálynak jól biztosítja a helyszíneket. Mielőtt a csoportokra rátérnénk, egy picit beszéljünk még erről a tényleg fővárosban legnagyobb udvarról. Tényleg különleges helyzetben vagytok, hatalmas fák, gesztenyefák, virágzó, jó levegői udvarral tudtok mindenféle mozgás lehetőséget biztosítani a gyerekeknek. Én úgy tudom, hogy a mozgás az mindenféle szempontból középpontban áll az óvodai nevelési programotokban. Nem csak a mi óvodánkban, ez országosan a mozgás az kiemelt szerepet tulajdonít az óvodás gyermekeknek, de a mi óvodánkban minden nap van valamilyen mozgásos tevékenység, az nem biztos, hogy nagy mozgásokat jelent, lehet, hogy a csoportszobában finom motorika fejlesztés, finom mozgások fejlesztése ezek történik. Például homokozó asztalok vannak bent a csoportszobában, amikor télen nem tudunk lemenni homokozni, akkor az csoportszobában is lehet. Vizes asztalokat tudunk az óvonénik felhozni a raktárhelyiségből, és akkor vizezhetnek a csoportszobában. Egyensúlyfejlesztő játékokat vásároltunk, amivel szintén a csoportszobában egyénileg tud a kisgyerek mozogni az erre kijelölt részen, ami biztonságos is, nehogy valami baleset érje a nap folyamán, illetve a nagy mozgások fejlesztésére gyönyörűen felszerelt tornatermünk van, ami biztosítja minden csoportnak a megfelelő mozgást, oda egy héten egyszer tudnak lemenni, illetve hogyha az időjárás úgy engedi, akkor többször is le tudnak menni a gyerekek a tornaterembe mozogni, játszani. Lehet az nem biztos, hogy testnevelés foglalkozás keretében történik, hanem csak játszani mennek le. Mit kell tudni egy ilyen óvodáskorú gyereknek, mondjuk 3 éves korra, nem is jó, hogy mit kell, mit illik tudni, vagy mi az, ami jó agyfatya tudja 3 éves korára, 4 éves korára, 5 éves korára. Mert a szülők mindig többet akarnak, hogy az én gyerekem még nem tudja ezt, nem tudja azt, és akkor ugye féltékenyek, kapkodnak, egymást drikálják, utána néznek az interneten, ahol időnként nagyon jó dolgokat is lehet találni, de hát időnként valljuk meg, hogy nagyon nagy badarságok is vannak. Minden gyerek más, mi ebből indulunk ki. A szülőknek is ezt szoktam mondani, hogy nincsen recept a beszoktatásra, a befogadásra. Minden kisgyerekhez másképp kell közelíteni, más adottságai vannak, mást igényel. Amit egy óvodáskorú kisgyereknek már úgy szoktuk mondani, hogy illik tudni, egyedül étkeznie. Természetesen segítenek a dadus nénik, az óvodapedagógusok az étkezésnél, próbálkozzon már egyedül öltözködni. Nagyon fontos ebben a korban, amikor egy kisgyerek azt mondja, hogy én egyedül, akkor próbáljuk meg azt, hogy nem segítünk a kisgyereknek. Nagyon nehéz megállni. És ne legyünk türelmetlenek, hogy gyorsan. Nagyon nehéz megállni egy édesanyának, egy nagymamának,
azt, hogy ne segítsen azt a kis cipőt feladni a gyermeknek, próbálja ő csak egyedül, önállóan használja mondjuk a WC-t, kezet mosni, ezeket már meg kell tanulni, papírzsebkendő használatot, jó, hogyha már ebben a 3 éves életkorban tudja, illetve hogy haladunk fölfele a nagyobb csoportban, mert nálunk vegyes életkorú csoportok vannak, együtt vannak a kisebbek középsősökkel, illetve a középsősök a nagyobbakkal, próbáljuk úgy szervezni a csoportokat, bár ez nem mindig sikerül. A nagyobbakat meg ugye már az iskolára készítjük elő, főleg az utolsó években, és megtanuljuk azt, hogy az iskolai szokásokhoz minél jobban tudjon majd alkalmazkodni. Ez nem azt jelenti, hogy kisiskolásokat szeretnénk az óvodásainkból nevelni, hanem a közösségi élet szokásait minél jobban tudja már, a konfliktusait esetleg meg tudja oldani. Ez nagyon nehéz feladat. A kudarcokat el kell tudni viselni, iskolában lesznek sajnos olyan dolgok, amik nem biztos, hogy sikerülnek elsőre, de ezeket el kell tudni fogadni egy nagy csoportos kisgyereknek. Tudom, hogy most itt konkrétan az óvodát kéne bemutatni, de nem állom meg, hogy ne kérdezek bele olyan nevelési pedagógiai dolgokba, ami azt hiszem azért mégiscsak mutat valamit az óvodából. Itt említettük azt, hogy hagyni kell a gyereket önállóan enni, önállóan öltözködni, és türelmesnek kell lenni. Ilyen idős gyerekeknél az egyik legnagyobb probléma, hogy állandóan visítanak. A visítás az egy teljesen normális életkori történet? Én szerintem igen, pláne a 3 éves kisgyereknél így fejezi ki az ő kis reakcióját, de ha hiszti is, majdnem ehhez kapcsolódik. Én azt szoktam mondani a szülőknek, hogy türelem kell a gyermekhez, és a hisztit azt pedig próbálni kell valahogy elviselni, és nem engedni annak a hisztinek. Amikor kisebbek, még a 2 éves, 2,5 éves korban egy dac korszak van, de azt, mikor óvodába érkezünk, addigra már el szokott múlni. A másik, amit meg szerettem volna kérdezni, hogy mennyire kell fegyelmezni ezeket a gyerekeket. Tehát hogyan lehet fegyelmezni, mennyire szabad beszabályozni őket a maguk skatujájában. Lehet-e hagyni, hogy étkezés közben beszélgessenek, csintalankodjanak. Mikor kell szólni az óvónéninek, hogy engem bántottak, mi számít annak, mi számít árulkodásnak, mert ez megint csak egy ilyen konfliktus helyzet. Csak az óvodai fegyelmezésről beszélnék, most nem a családok fegyelmezéséről, mert minden családnak más az elvárása, az, hogy mennyire türelmes egy anya vagy egy édesapa, mennyire tolerálják azt, hogy étkezés közben milyen hangosan beszélgetnek. Magyar család teljesen másképp viselkedik mondjuk, mint egy olasz család. Nálunk nagyon sok külföldi kisgyermek van, nagyon sok színű az óvodai gyermekeinknek a honnan jövetele, tehát nagyon sokféle családot találunk, de megpróbáljuk azt az arany középutat biztosítani az óvodában, ami tényleg az óvonénik nagyon toleránsak ebben a szempontban. A fegyelmezés az például az étkezésnél. Ugye minden kisgyerek 10 óra izik az óvodában, ebédel uzsonnázik. Mi szoktuk hagyni, hogy beszélgessenek étkezés közben. Természetesen van annak egy zajszintje, amikor 20-25 gyerek beszélget, de mindig szoktuk kérni, hogy csendesen. Az asztalnál valamikor van olyan közölnivaló, amit nem ami lehet muszáj Későbbre hagyni, és akkor azt meg kell beszélni. A fegyelmezésnek, ami nem étkezés, hanem a konfliktusoknak a megoldása. Mindig azt szoktuk tőlük kérni, pláne a nagyobbaktól, hogy próbálják meg önállóan megoldani a konfliktusaikat, a probléma helyzetüket. Ha nem sikerül, akkor természetesen az óvónéni mindig segít ebben. Említetted, hogy nagyon sok idegen országból, vagy Európai Uniós, vagy Unión kívüli igen országból levő kisgyerek is tagja az óvodai közösségeteknek. Hogy kommunikálnak egymással a gyerekek? Tanulnak esetleg a mieink, a magyarok idegen nyelvet? Rájuk ragad-e egy-egy szó, illetve milyen gyorsan tanulnak meg? Ez azért is érdekes, mondjuk egy idegen nyelvet, vagy tehát jelesen a magyart a külföldi gyerekek, hiszen nagyon sok család vállal külföldön munkaviszony, tehát ebből is lehet már egy picit következtetni, mi lesz az én gyerekemmel, ha kimegy. Az óvoda helyi adottsága, ugye ez adja, hogy a követségek például körülöttünk helyezkednek el, így van nagyon sok külföldi kisgyerekünk. 4 hónap, 5 hónap elég ahhoz egy 3-4 éves kisgyereknek, hogy az alapszókincset már elsajátítja. Először én is csodálkoztam ezen, hogy januárban már tudja mondani az óvónéninek, hogy milyen szükségletei vannak, éhes vagyok, szomjas vagyok,
segíts, kérlek, tehát az alapvető uh-huh. fogalmakat nagyon szépen elsajátítják, illetve nagyon érdekes dolog mostani évben van két olyan csoportunk, ahol a nagycsoportos óvodásaink az orosz-angol szavakat elsajátították, és így segítik beilleszkedni a nem magyar anyanyelvű gyerekeinket a csoportba, és nagyon aranyosak tudnak lenni ilyenkor. Nyitottak egyébként a gyerekek? Igen, teljesen óvodáskorban azt hiszem, hogy nagyon elfogadóak, és nagyon segítik a társaikat. Nem csak a nem magyar anyanyelvűeket, hanem az olyan gyerekeket is, akiknek valamilyen problémájuk van, mozgás esetleg, vagy beszéd problémájuk. Ők nem szokták még egymást csúfolni, piszkálni, hanem segítik egymást, és erre is tanítjuk őket. Említetted, hogy vegyes csoportok vannak életkor szerint. Mi ennek az előnye? A vegyes csoport előnye, nagyon sok testvér kisgyerek érkezik hozzánk, együtt tud járni a nagyobb nővérkével, bátyuskával, segítik egymást a mindennapokban, de van olyan család is, ahol kérik, hogy a testvéreket külön csoportba helyezzük el, mert szeretnék, hogyha az egyéniségük jobban kibontakozna. A vegyes csoportnak még az előnye, hogy nagyon segítik egymást a gyerekek, a kisebbek nagyon sokat tanulnak a nagyobbaktól, nagyon tudja őket húzni felfele ez a csoportbeosztás, illetve a nagyobbak pedig a kicsiknek tudnak nagyon sokat segíteni. De ez nem azt jelenti, hogy az ő fejlődésük megragad, hiszen minden gyerek egyéni, és az egyéni ütemében tud fejlődni. Inkább azt mondanám, hogy egy családiasabb csoportbeosztás, ez egy családiasabb légkör. Az óvodapedagógusnak egy kicsivel nehezebb a munkája, mint a homogén csoportban. Sokkal jobban át kell gondolni a szervezési feladatait, a tevékenységek, foglalkozások megszervezését, hiszen egy 3 éves kisgyerek teljesen mást igényel, mint egy 6-7 éves kisgyerek. És sokszor még 6 éves korában az óvodában van a gyermek. Sokszor, igen. 150 férőhely van az óvodában. Hányan igen. repülnek most ki, hányan fognak elballagni, és hány gyermeket vártok? Hát a mai álláspont szerint, mert azért ez még egy kicsit változhat, hiszen a nevelési tanácsadó iskolai érettségi vizsgálatainak még most van a kifutási időszaka, most kapjuk meg még csak az iskolai érettségi szakvéleményeket a nevelési tanácsadóból. Én úgy számoltam, hogy a 60 tanköteles kisgyerekből 37 gyerek megy iskolába, és többiek pedig maradnak nálunk még egy évet. Milyen állásponton vagy személy szerint jobb, ha még egy évet az óvodában maradnak azok a gyerekek, akik ilyen kérdőjelesek? Én azt gondolom, hogy csak indokolt esetben. Többször volt olyan tapasztalatunk, hogy tartottuk a kisgyereket még egy évet, szülői megbeszélés alapján egy kis bizonytalanság volt bennünk, hogy menjen vagy maradjon, és inkább azt vettük észre, hogy unatkozik már az év végére. Tehát én azt szoktam mondani, hogy csak indokolt esetben maradjon. A 6 évesek nagyon változó a fejlődésük, nagyon sok mindenben eltérnek egymástól egy januári születésű, egy augusztusi születésűhez képest. Ilyenkor ez a pár hónap nagyon sokat számít. Mi tartozik az iskola érettséghez? Hány perc koncentráció szükséges ahhoz? Tudom, nagyon sok ága-boga van annak, hogy valaki iskola érette, de nagyon sok szülő és magam is tapasztalom, hogy rövid ideig köt le egy bizonyos dolog egy kisgyermeket. 3-4-5 éves korra hány perc koncentrációra képes a gyerek, hogy egy dologra odafigyeljen? Hát a nagycsoportos életkorban én már azt szoktam javasolni, hogy egy 20-25 percet próbáljon meg odafigyelni az óvodapedagógusra. A foglalkozásainkat, tevékenységeinket úgy szoktuk tervezni, és nagyon sok kerületi iskolában az első évfolyamot is így tervezik, hogy a foglalkozások közben sokszor mozgatjuk őket, másfelé tereljük a kíváncsiságukat, az érdeklődésüket. A mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy az ingerek sokfélék legyenek, és így fent tudjuk tartani a figyelmüket. A 45 perces órát biztos vagyok benne, hogy egy első osztályos tanítani sem ülve fogja megtartani, tehát minden pedagógus tudja azt, hogy egy ilyenkorú kisgyereknek milyen szükségletei vannak, mennyire tud odafigyelni, és így próbálja a tanórát is majd első osztályban, illetve mi is a tevékenységeket úgy szervezzük, hogy minél érdekes
sikeresebb legyen, minél komplexebb legyen, és fenntartsuk az érdeklődését. Most ez a gyermeknek pont azért nehéz, mert vegyesek a csoportok. Igen, ugye? És akkor igen, ugye igen. A hosszabb ideig a nagyobb bírja, és akkor a piciknek? A kisebb szokta mondani, hogy már elfáradtam, és akkor természetesen az óvónéni mondhatja neki, hogy nyugodtan menj el akkor játszani, hogyha téged már ez a tevékenység nem köt le annyira, a nagyobbak persze ott maradnak. Nagyon fogékonyak és nagyon szeretik a tevékenységeket, foglalkozásokat, pláne amit mondjuk kísérletezéssel töltünk. Most például a földnapjára készülünk és ültetünk, vízzel kísérletezünk, a levegővel kísérletezünk, és annyira kíváncsiak, annyira érdeklődőek, kiszivacs mindent befogadnak, úgyhogy nem nagyon szokták azt mondani, hogy a nagyobbak inkább azt szokták mondani, hogy még csináljuk már, ezt, igen. Még ez nagyon tetszik neki, hadd folytassam a tevékenységet. Ha már itt tartunk, hogy a kísérletező kedv és a zöld adta lehetőségeket maximálisan kihasználjátok, létezik még a fűszerkert és igen, az egyéb ilyen igen, kis igen, finomságok az igen, óvodában? Igen, most nagyon örülök neki, hogy a rozmarin virágzik az udvaron, a gyógy és fűszernövényes kertben, illetve tavaly medvehagymát sikerült ültetnünk, és gyönyörűen virágzik. A mostani fűszernövény vásárlásunk az jövő héten lesz elültetve, úgyhogy szeretnénk olyan fűszernövényeket, gyógynövényeket most ültetni, amelyek csak ebben az évben fognak nekünk teremni, ilyen bazsalikom, zeller, és akkor ezeket ízlelgetjük, szaglázgatjuk a gyerekekkel, és ők ültetik el, és hát most például, hogyha megnézik a szülők jövő héten a nyílt napunkon az óvodát, csodaszép, tele van piros, sárga tulipánnal a kert, úgyhogy tényleg nagyon szép az óvoda. Mikor lesz a nyílt nap egyébként? 21-én kedden lesz. Kedden. Igen, 9 órától várom szeretettel a szülőket egy beszélgetésre, egy kötetlen beszélgetésre, illetve elmondom, hogy az óvodának mik a sajátosságai, mik a fontosabb nevelési területeink, mi az, amit mi hagyományokat ápolunk, néphagyományok nagyon fontosak az óvoda életében, és utána pedig minden csoportba belátogathatnak a szülők. Én azt szoktam kérni, hogy a gyerekeket is nyugodtan hozzák el, mert nagyon fontos egy kisgyereknek, hogy ő hova fog járni, milyen első érzése van, benyomása, esetleg egy óvónénivel ő nagyon szorosan tud kapcsolatot teremteni, rögtön megtetszenek egymásnak, és akkor utána pedig a csoportokat végiglátogathatják, és egy kötetlen bemutatást szeretnék tartani. Milyenek a kollégáid? Hát azt tudom mondani, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert most már elég régóta dolgozom itt, ez az első munkahelyem, és ugyanazokkal az óvónénikkel vagyok nap, mint nap, mint amikor elkezdtem itt dolgozni. Nagyon kevés volt az olyan dolgozó kollega, aki elment tőlünk, inkább csak szülni, illetve nyugdíjba kellett menniük. A dadus nénik szintén nagyon régiek és nagyon jó szakemberek. A nevelési tanácsadó segítő szakemberei szintén több 10 éve dolgoznak a mi oldalánkban, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nagyon sokféle, sokszínű kollégával dolgozom, de nagyon jól tudunk együtt dolgozni, úgyhogy ez nagyon sokat számít. Én azt szoktam mindig mondani, hogy egy őszinte jó légkörben, egy jó csapatban szeret mindenki dolgozni, és szeret bejárni a munkahelyére, akkor a gyerekek is és a szülők is érzik azt. Lehetne 3 kívánságod? 3 kívánság? Mi az, ami hiányzik, vagy mi az, amit jó lenne megvalósítani? Hát a falak gumiból lennének is egy kicsit még tágítani. Na jó, de az udvar az gumiból van. Az igen. Egy szép sószobát szeretnénk esetleg, hogyha lehetne, illetve a földszinti alaksori részünkben egy olyan kézműves szobát szeretnénk majd a közeljövőben, ami egy kemencével, egy konyhával felszerelve, hogy nagyon szeretnek a gyerekek sütni, agyagozni, hogy oda le tudnánk menni, és akkor csak az óvónéni és az a csoport van, és meg tudja várni, amíg kisul a tészta, meg tudja érezni annak a finom mézes kalásnak az illatát, nem kell külön kimenni a konyhába. Tehát egy ilyen kis sütőhelységet, főzőhelységet, befőttet és lekvárt is szoktunk például ősszel készíteni, és akkor ez egy ilyen szoba lenne. Azt gondolom, hogy az elmúlt percekben nagyon sok értékes információt, nevelési tanácsot is kaptunk Palatinné Kanizsai Zsuzsától, a Kincses Kert óvoda vezetőjétől, mindamellett, hogy megismerkedhettünk az óvodával. Köszönöm szépen, nagyon jó év végét, és egy remek következő tanévet kívánok. Nagyon szépen köszönjük.